kérlek, kérlek nézzétek meg a 9. évfolyamosok március 15-én is el. Először a gyerekeivel közösen. Egyet földet rázol, egy dörgést tök le.
jár kelettől nyugatig, s a zsarnokság velük megütközik. Ott essen el én. Száguldjanak a kivívott diadalra, s ott hagyjanak engemet összetiporva. Ott szedjék össze elszólt csontomat, ha jön majd a nagy temetési nap. Hogy ünnepélyes lassú gyász, és fátyolos zászlók kíséretében. A hősöket egy közös sírnak adják, kik érted haltak szent, ülj rád szabadság. És azt mondja, letérde ide ember, az Isten beszél. A nép szava is megdördült, és mondá, föltérdeidről rabszolga, a nép beszél. Tartsátok tiszteletben a napot, melyen a nép szava először megszólal. Március 15-e az, írjátok föl szíveitekre, és el ne felejtsétek. A magyar nemzet szabadsága e naptól kezdődik. Gyönyörű! Akár a főtitől, mint elébb készítettől. Legalább valamivel én is hozzájárulhat a harcokhoz. Mellette tűzöm, s visel büszkén. Ez legyen a mai dicső nap jelvénye. Tedd úgy, hogy ezt viselje mindenki, aki a magyar szabadság harcosa. Ez különböztessen meg bennünket a rabszolgaság zsoldos hadától. E három szín képviselje a három szent szót. Szabadság, egyenlőség, testvériség. Tűzünk jövőnkre mindnyájan, kiben magyar vér és szabad szellem lángol. Viseljük mindannyian az összetartozás, a szabadság érdekében. Vannak napok, melyek nem szállnak el. De az idők végéig megmaradnak. Mint csillagok vagyunk a boldogan, s fényszólnak minden születő tavasznak. Valamikor szép tüzes napok voltak, most enyhe és derűs fényel ragyognak. Ilyen nap volt az, melynek fordulója ibolyáit ma szépünkbe szólja. Ó, akkor, egykor ifjú jókai és lángoló Petőfi szava zenget. Kokárdal engedni és zászlóló magad. A követő kérdel, és felelt a nemzet. Ma nem törd el bilincset, s börtönajtót lelkes tömeg, de munkadala harsog. Szépség, igazság, lassan megy előre, egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe. Nekünk úsan visszanéz, és emlékes a Mávaros Fesztőre. Tűnt március nagy napja, szép tavasz. Mely felrásztott szunnyadó erőket, mely új tavaszok napját égre hoztad, mely új emlények újáját fontad. Ó, nagy nap, szép nap, légy örökre áldott, hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot. Thank you.
Steiner és bekörülöm. Tisztelettel jelentenem kell. Langsam, Filbert! Mi lenne ilyes jövő? Miért szabad már megint valamit? Tisztelettel jelentem, uram, Pesten óriási baj van. Elszabadultak tán a császárló vagy az istállóból? Vagy ez a csinos kis puska? Tudja, az a színésznő. Nem mondta tán a vacsorát? Ugyan, nem kell ennyire felhergelnie magát. A lovak majd meg lesznek találva, a fruska meg majd rá lesz beszélve. Ennyi, endensus passz? Nem erről van szó, uram, tisztelettel. Pesten gyülekeznek a huligánok a múzeumkertben. Néhány egyén vezetésével az utcára vonulnak, agitálnak, az egyetemistákat győzködik. Győzködik? Ugyan miről? Nem akarnak fizetni sörért alá? Nem hiszem, hogy sörről lenne szó, uram, tisztelettel. Ilyeneket hallottam, hogy szabadság, egyenlőség meg testvériség. Meg valami 12 pontos proklamáció is emlegetnek. Hát jó, Filbe, emlegessenek csak. Néhány taknyoskodjuk ugyan mit tudni ártani nekünk? Kicsit rantalírozni, utána szépen hazamenni. Ennyi endensus passz? Nem szívesen mondom, uram, tisztelettel, de a néhánynál azért többen vannak. Orvostan hallgatók, jogászok, mérnökök, meg a heti vásárra érkezett parasztok is ott üldörögnek körülöttük. Jó, akkor taknyos kölykök és katyás parasztok. Orgálok szépen csendben végezni munkájukat, hány ne probléma? Hát ez az, uram, éppen ez az. Mi? Remélem nem azt akarjuk mondani, hogy polgárik is csatlakozni randalírozókhoz. Skandál! Ungehújjál! Felháborít! Nem elég nekünk, ami Bécsben történt most még? Ez is! Kik a vezetői? Remélem felírta mindent? Természetesen, Herr Rainer, természetesen. Petőfi, Jókai, Vasvári, meg az az Irinyi, aki a 12 pesti pontot osztogatja a népnek. Azok meg kapdossák, mintha valami cukorka volna. Milyen 12 pesti pont? Ki engedte ezt kiadni? Hogy engedhette meg ezt a cenzort? Tiszteleten inspektor a Petőfi ezt mondta, idézem be. Cenzor az nem megyünk. Nem ismerünk el többet semmi cenzort. Menjünk egyenesen a nyomdába. Petőfi, már megint ez a Petőfi. Mindig ez a Petőfi. Tolj fel Zoli Müller. Már az irományérő is zsanakodni kellett volna, és akkor kellett volna lezárni ezzel a fránya pillbakszal együtt, meg a többi revolúcionárral együtt. Világszabadság, mi? Jogot a népnek, mi? Dózsa Georg, mi? Majd adok én ezeknek. Filbert, mondom most szépen visszamenni Múzeumgarten, felírja mindenkinek a nevét, akit ott lát, minden beszédet, amit hall, és összegyűjti az összes papírt, amit talál. Értette? Igen is, uram, viszont egy felét, hall, talál, összegyűjt, meg lesz, uram. Még kér a nép! Most adjatok neki! Vagy nem tudjátok, mi is szörnyű a nép, ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad! Nem hallottátok Dózsa György hírét? Ízzó vastronon őt elégetétek, de szellemét a tűz nem égeté meg, mert az maga tűz, úgy vigyázzatok! Ismét pusztít a telám rajtatok! S a nép hajban csak eredet kívánt, mivel hogy akkor még állat valak, de az állatból végre ember lett, s emberhez illik, hogy legyen joga. Jó tehát, ember jogot a népnek, mert jogtalanság a legnyújtabb bélyeg Isten teremtményét, s kirásüti, Isten kezét el nem kerülheti. Megmondtad neki, hogy gyűjtse pontokba kívánalmaink a golymódon, hogy ez rövid, világos és érthető legyen. Elég volt már abból, hogy kérni. Nem írunk több kérvényt az országgyűlésnek. Most a néphez kell fordulnunk, a népet kell megszólítani. A talpra magyar hangját, meghallja majd mindenki, ki hű hozzánk, és ellensége az elnyomulnak. Ocsán már látom, nép, Nazarenzsa hozza kinyomtott a 12 pontot. Tessék, vegyétek, olvassátok! Itt írva van minden, mit óhajtanánk, mindent, miért életünket adnánk, mindent, miért harcolni és halni készek vagyunk. Követeljük a 12 pesti pont érvényesítését. Követeljük! Követeljük! Mit kíván a magyar nemzet? Legyen vége, szabadság és egyetértés! Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését! Nemzeti őrség!
másik eszébe, ha arra gondol, 1848. március 15-e. Van, akinek a szabadság, a forradalom lángja, van, akinek a nemzet színei. Emlékezünk a bátorságra, a március ifjak hangjára, az eső illatára. Állunk mi is a tömegben, és velük együtt hallgatjuk a 12 ponton. Gondolatban megidézzük Petőfi, Jókai, Vasvári és társai szellemét. Látjuk magunk előtt a fiatal költőt, aki óriási hével és lelkesedéssel szavalta a nemzet dalát, melyet aztán század visszhangoztak szűnni nem akaró lelkesedéssel. És énekelni kezdünk mi is, előbb halkan, vagy egyre hangosabban, hogy mindenhol meghallhassák. Énekeljük együtt a szabadság dalát. Dobra magyar! Fia haza! Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, választhatok. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk, mostanáig, kárhozottak ős apáig, szabadon éltek, haltak.
sok ember az első. Na, Magyarország. Egyre kevesebben vesznek részt olyan ünnepélyeken, ha olyan gondolatok hangoznak el, és olyan gondolatok lebbennek újra fel közé, amit egy átérző műsor kísér. A iskolánk műsorai hagyománya, hogy az üzenet az minden műsorban benne van. Az érzelem minden műsorban benne van. Igazából nem tudok olyan kollégáról, és diákokhoz azt hallom a tapsotokból, hogy ne érinteném meg valamilyen módon érzelmileg, lelkileg az a múlt szelleme, amit hivatott egy ilyen műsor életre hozni. Én köszönöm még egyszer ezt a gyönyörű műsort, egy tapsot köszönjük még egyszer meg.